Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket! Hamarosan itt az év vége, de sajnos nincs mit ünnepelnünk. 2023 az Orbáni megszorítások éve volt. Miközben a Dobrev Klára vezette árnyékkormány kidolgozta a szociáldemokrata fordulat programját, amely megszorítások helyett európai fizetéseket és nyugdíjakat, erős állami egészségügyet és oktatást kínál a magyaroknak, Orbán Viktor kormányának megszorításai pedig egymás után sújtottak le az emberekre. Adóemelések, áremelések, rezsiemelések, pénzelvonások, bezárt közszolgáltatások követték egymást. Most ezek közül mutatom be a 10 legnagyobb 2023-as megszorítását. Az év legnagyobb megszorítása az orbáni infláció volt, amely Európa legnagyobb áremelését hozta el. Ezzel minden bevásárlásnál találkozunk a boltok kasszáinál. Súlyos rezsi emelést jelentett a gürcölő magyarok milliói számára az a 400%-os extra profit, amit az Orbán kormány keresett a földgáz árán. A valós világpiaci ár ötszöröséért adták el a magyaroknak az oroszoktól vásárolt gázt. Brutális megszorítást jelentett a magyarok számára a tavaly decembertől bevezetett benzin áremelés. Sőt, az Orbán kormány idén újabb üzemanyag áremelést jelentett be. Januártól literenként 41 forinttal nő a benzin és a gázolaj ára a jövedéki adó emelése miatt. Idén döntöttek arról is, hogy januártól drasztikusan emelkedik az autópálya matricák ára, és eddig ingyenes strádák váltak fizetőssé, például az M0-ás teljes szakasza. Miközben az autózás drágul, az állami tömegközlekedést leépítik. Idén augusztusban és szeptemberben 17 vasútvonalat zárt be a kormány. Idén megszorítást sújtott le a magyarok megtakarításaira is, aminek és akinek maradt még némi félretett pénze a megélhetési válság kellős közepén, július 1-től 13%-os szociális hozzájárulási adót kénytelen fizetni a 15%-os személyi jövedelemadó mellett a megtakarításai után. A magát papíron családbarátnak nevező kormány idén döntött arról is, hogy a babaváró hitelt eltörlik a 30 év feletti nők számára. Ugyancsak eltörölték a csokot, így a városokban élő családok többé nem vehetik igénybe az állami lakástámogatást. A nyugdíjat sokat is megszorításokkal sújtotta Orbán Viktor. Miközben az éves orbáni infláció elérte a 18%-ot, az idén novemberi nyugdíjkorrekció mértéke mindössze 3%-os volt. Vagyis a nyugdíjasok zsebéből havonta 10 000-eket vett ki az Orbán kormány. 2023-ban több mint 13%-kal csökkentek az Orbán kormány egészségügyi kiadásai. Reálértéken ennyivel kevesebb pénzt kaptak például az állami kórházak és szakrendelők. Ezért adósodtak el újra a kórházak, ezért drágultak a gyógyszerek, ezért nőttek a várólisták. És miközben a családi pótlék és más szociális ellátások összege hosszú évek óta nem emelkedik az orbáni infláció ellenére, az Orbán kormány 2023-ban 12%-kal csökkentette a szociális ellátások kiadásait. Tehát egy megélhetési válság közepén még több pénzt vont el az emberektől. Orbán Viktor megszorításai egészen addig folytatódni fognak, amíg Orbán Viktor hatalmon van. Az emberek sarcolására építő, megszorító politikát csak a Dobrev Klára vezette árnyékkormány szociáldemokrata fordulata állíthatja meg a kormányváltás után. Áremelések és megszorítások helyett európai fizetéseket és nyugdíjakat, erős állami egészségügyet és oktatást, a milliárdos elit kiszolgálása helyett pedig igazságos Magyarországot akarunk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!